Oké, folytatjuk a Patanjali Yoga Sutrákkal. Most már megyünk a jogának a gyakorlati része felé. Hatha Yoga tanfolyam, vagy Hatha Yoga kurzuson Patanjalit vesszük mégis elő, mert az ő rendszere. A Hatha Yoga és az Ashtanga Yoga majdnem ugyanaz a rendszer, a Dhyana Yoga rendszere, de mégis én úgy gondolom, hogy Patanjali egy kicsit részletesebben és továbbmenően elemzi ugyanazt a rendszert, és egy kicsit régebbi is, mint a Hatha Yogának a rendszere. Hatha Yogában nagyon sok az a kezdőbb szinteknek van, az inkább a prejogának a szintjei, ugye sok az ászana, kriák, légzőgyakorlatok, tisztító folyamatok, életmódbéli dolgok, és akkor valamennyit említi a meditációkat, de inkább a koncentráció szintjén. Patanjali meg nagyon mélyen elmegy a magasabb szintek, a szamjogának az elemzései felé is. Na, Asta Anga Yoga, ugye, ez a Patanjali Yoga Sutráknak, Patanjalinak a rendszere, az az Ashtanga Yoga. Asta azt jelenti, hogy 8, Anga azt jelenti, hogy 8 szint, vagy 8 létra, vagy 8 ág, 8 fokú jóga rendszer. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Azaz, a Yama, a tiltások, Niyama, ajánlások. Ezek különböző életmódbéli ajánlatok, hogy hogyan tudod megalapozni az egész jogát, jogádat, hogy hogyan fejlődj. Mert alapok nélkül hiába építesz egy házat, kell alap. Utána van az ászana gyakorlás, amiben is a testi, tehát az a hosszantartó meditációhoz, hogy tudj normálisan ülni, és rendbehozni a testnek a geometriáját, ami szintén energetikai dolog, majd erről fogunk egy kicsit beszélni, hogy az ászanáknak milyen hatása van a tudatra, mert az, hogy milyen formában rakod magad, akár egy lótuszülés, ugye az a végtelennek a szimbóluma. Tehát ez egy nagyon komoly meditációs gyakorlat, ami az energiát bent tartja. Vagy az, hogy valaki mondjuk úgy ül, például szoktátok látni szintén, hogyha ha látod, sokszor így ül le. Meg én is szeretek így ülni, mert a bal sarok, amikor a Muladhara csakrához közel van, akkor egyrészt, hogyha itt a gátnál elzárod a sarkaddal, akkor a lefelé áramló energiát lezárod, azaz minden energia, ami jön, az fölfelé megy, azaz a tudatot fölfelé emeli, tehát nagyon jó meditációs póz, vagy nagyon koncentrációs póz. Ez egy nagyon érzékeny, a bal sarkunk egy nagyon érzékeny energetikai pont. Milyen érdekes, hogy Achilleszt is a sarkán lőtték, úgy halt meg. Legyőzhetetlen volt, de a bal sarka, és Krishna több ezer évvel ezelőtt ugyanúgy hagyta itt ezt a világot el, hogy az volt a sztori, hogy őt sarkon lőtték, és az volt az apropója, hogy ő hogy megy el. Tehát ez egy érdekes, vagy láttok indiai szobrokat, Vishnu szobor, és akkor a szerencse istennője Lakshmi itt ül, és akkor így ül Vishnu, vagy különböző avatárok. Ez egy olyan póz. Tehát a különböző ászanáknak is megvan a velejáró áldása. Sőt, van úgynevezett ászana szidi nevezetű. Szidi az azt jelenti, hogy tökéletesség. Tehát van egy olyan szidi, amit, hogyha egy bizonyos pontig abban az ászanában benne vagy, általában 21 órát szoktak mondani, hogyha 21 órában egy ászanában benne vagy, az ászanának megkapod a szidiét. Az egy misztikus képesség a minden ászanák, mert minden ez egy geometriai forma, amilyen valamilyen energiastruktúrát, egy energiastruktúrához csatlakozol, és azt a magadévá tudod tenni. 21 órát vagy valamiben, az egy kicsit mondjuk 10 légzés is elég. Sokszor, de az a lényeg, ez benne van a jogikus hagyományban, hogy minden fajta póz valamilyen energetikai csatornába rak téged, ami hatással lesz az egészségedre, a mentális helyzeted, az energiai struktúrádra és a tudatodra is. Tehát itt ez nem csak egy egészségi dolog, hogy most akkor így, vagy úgy, vagy amúgy, és ez átmozgató mindent, ugye erről majd fogtok beszélni. Én egy másik aspektusból beszélek ugyanerről, hanem itt van egy nagyon komoly energetikai és tudati hatása is az ászanáknak. Már csak az is, hogy alapvetően a légzésre figyelsz, a mozdulatra, már ez is egy koncentrációs gyakorlat. Hogy
ugye elkezdesz összhangban dolgozni. Aztán utána itt az egyensúlyozó ászanákban például akár a két agyféltekének a harmonizálása, hogy elkezdjük másképpen működtetni az agyat, mint ahogy a racionális világban ugye mi dolgozunk az egyik agyféltekével, a másik meg el van hanyagolva. Ugye ezek a dolgok mind összetételében már egy ászana gyakorlás is jelentősen meg tudja növelni akár a tudatosságunkat. A légzéssel kapcsolódó, meg aztán végképp belenyúlunk az energetikába. Szóval erőteljesen már az ászana világa elkezd föltolni bennünket a tudatosságnak a területén. Ezért én évtizedeken keresztül láttam azt, hogy jönnek emberek jogázni, elkezdte az ászanázással, és aztán 3-4 év múlva meg komoly spirituális gyakorlókká váltak, mert egyszerűen csak csináld, és a dolog fog működni, az emel föl, tisztít ki, és akkor szépen tisztul ki a látásmód, és azt mondja, várjál, nem is értem, hogy ezt miért nem értettem egy éve. De én csak ászanáztam, és mégis jött belülről, hogy ez hogyan gördíts tovább az egészet. Aztán utána jön a pránajám gyakorlat, tehát ászana pránajám. Pratyahára az az érzékeknek a visszahúzása. Ez ugye már a meditációhoz eljutottunk, hogy hogyan koncentrálod a figyelmedet egy pontra, és hát a dárana ugye az a koncentráció, amikor egy pontra próbálsz meditálni, hogy az elmét megállítani. Jogas, citta, vritti, niroda. Ugye ez a leghíresebb aforizmája a jogaszutráknak, ezt majd ki fogjuk hívni. Citta az a tiszta tudat, citta, vritti. Vritti az azt jelenti, hogy ezeket a vrittiket, ezeket az állandó, hogy mondjam, az elmének az állandó csapongásait. Citta, vritti, niroda, az hogy a jogával az elmének a különböző kilengéseit hogyan tudod niroda egyensúlyba hozni. Erről szól a jóga, hogy hogyan tisztítod ki az elmének a dübörgését. És akkor ugye a koncentrációs gyakorlat, majd el fogom mondani, hogy mi a különbség a koncentrációs gyakorlat és a gyána között, a meditáció között, az elmélyült meditáció között, és aztán meg a meditáció hogyan fejlődik tovább egy úgynevezett szamádi vagy transz állapottá, akkor az a konklúziója a jogának, amikor a kitisztult állapotban az ember teljesen tudatos arról, hogy ki, mi, honnan jön, és a többi tiszta tudatállapot. Na, akkor vegyük át ezt a dolgot, hogy a 8 fokú jóga rendszeren keresztül a jógi hogyan jut el arra szintre, hogy a prejóga szintjein, ászanán, pránajámon keresztül eljut arra szintre, hogy akkor elkezd dolgozni, valójában tehát a jóga arról szól, hogy ülök egy helyben és meditálok. Ugye a Hatha Yoga Pradipika mond 84 klasszikus jóga ászanát, ami az embereknek kedvező. De úgy mondja, hogy 8.400.000 ászanát tanított Shiva, ebből 84 kedvező az embereknek. Ez van a Hatha Yoga Pradipikában leírva. De a 84 ászana közül van 4, ami a legfontosabb. Szerintetek melyik 4 ászana a legfontosabb? Nem. Nem, az több ászanából áll. Melyik 4 ászana? Jó, legyen, melyik a legfontosabb ászana? Az összes ászana közül. Fejnállás. Ez biztos. Padmászana. Nem minden ászana. Mert minden erről szól. Arról szól. A jogi azért ászanázik, hogy hosszú távon ülhessen. Tehát itt van a sztori, hogy a joga nem, az ászanázás nem arról szól, hogy te hogyan tudsz megállni fél lábon a nyakadba, hanem arról szól, hogy hogyan készíted elő a testet, az, hogy energetikailag olyan puha. Ugye mondja, hogy ászanát, hogy az ászanának kell egyszerre puhának, és szilárdnak és kényelmesnek lennie. Stiram szukham ászanam. Mondja, hogy az ászanának kellemesnek és szilárdnak, de mégis puhának, lágynak kell lenni, hogy hosszú távon tudjon az ember ülni. És ez is, hogyha megnézed, már ez is egy piramis.
Ugye meg az egész egy háromszögben van, az a fölfelé irányuló háromszög, az mindig Sivának a jele. A lefelé irányuló háromszög az meg Shakti, ugye a férfi és a női principium. Tehát ez a hatágú csillag, amit a héber kultúrában is használnak, ez nagyon ősi szimbólumok azok volt. Egyiptomban is volt, az indiai joga kultúrában is, ez Shiva Shaktinak, ez az egységnek a szimbóluma. És hogyha megnézzük, milyen a szívnek a csakrája, az egy felfelé és lefelé egymásba álló. Itt nincs úgy. Várjál. Hát nem úgy ábrázolják. A művészünk az egy kicsit elnagyolta. Szóval pont ez egy hatágú csillag. És hol tartottam? Igen, tehát a legfontosabb ászana az a padmászana, a meditációs póz. A másik három azok ugyanezek a verziók. Az egyik, amiben most ülök, ez a szidászana. Mindegyik ez az ülőpóz, csak másképpen. Mert ilyen is van, hogy nem így van, hanem a jobb vagy bal sarok van a gátnál, a másik meg rajta. Ez szidászana. És van még másik kettő. Szukhászana, az is hasonló. De az a lényeg, minden ülő meditációs póz. Oké. Tehát eljutunk oda, hogy az ászanák légzőgyakorlat és az érzékek visszafogásának gyakorlata, hogy amikor leülsz, akkor az érzékek mindig kifelé léteznek, mert arra vannak. És ugye meg kell tanulni az érzékeket befelé koncentrálni. És akkor jönnek a különböző koncentrációs gyakorlatok. Tehát amikor a jógi már eleget ászanázott, már szépen tudja az életlevegőit irányítani a légzőgyakorlatokon keresztül, az összes energetikai blokkját föloldotta, gyönyörűen működnek az energiái, lefelé-felfelé szálló energiák, tudja az elmét nagyon kontrollálni a légzőgyakorlatoknak a tapasztalatával, akkor elkezdi a koncentrációs gyakorlatokat. A hatha jóga említ egy ilyen koncentrációs gyakorlatot a satkarmákban, vagy a hat tisztító cselekedetben, a gyertyaláng nézést, azt trátakának hívják. Tehát, hogyha valaki akar kezdetben meditálni, meditációt gyakorolni, vagy az inkább még koncentráció, az darana gyakorlat, hogy leteszel egy ilyen mécsest, és akkor csak nézed a lángot. És próbálsz arra koncentrálni. Amikor lángot nézünk, az egyből egy éteri energiát húz ki, és ez stimulálja a tobozmirigyet. Azért nagyon jó lángot nézni, mert ez az éteri energiát megemeli, kezdi aktivizálni a tobozmirigyet, és tisztítja le az érzékelésünket. Tehát, hogyha a kezdetén még, ha behunyom a szemem, és egyszerűen nem tudunk egy helyben maradni, mert minden jön, Miki Egértől kezdve a bevásárló listáig, a sorozaton keresztül mit mondott anyám, és mit kell a gyereknek főzni, akkor a legegyszerűbb az, hogyha ilyet próbál az ember. És aztán vannak különböző meditációs technikák, amik már nem a hatha jóga kategóriájába tartoznak, de majd, hogyha valakit érdekel, akkor tudok olyan anyagokat adni, hogy később, hogy legalább az elindulás az milyen meditációs gyakorlatokat lehet csinálni, vagy volt egy-két olyan meditációs kurzusom, ami egy zárt csoportban megvan, egy-két olyan tanfolyamon volt, szívesen oda beveszlek benneteket, és akkor ott van egy kezdő, meg van egy haladó, amikor 2-3 órában, az egy online tanfolyam volt, de oda azt meg tudjátok nézni, ha valakit ez érdekel. És akkor a lényeg, hogy a koncentrációs gyakorlatokkal megtanuljuk az elmét egy pontra szegezni. Minden siker. Miért sikeresek azok, akik meditálnak ebben a világban? Mert nagyon sok múlik az anyagi világban végzett cselekedetekben, vagy a cselekedetek nagyon sokban függnek attól, hogy te mennyire vagy egyhegyű abban a dologban, amit csinálsz. Az legyen egy teaivás, az legyen edzés, az legyen bármi. Amikor az elmém szana szétmegy, ugye, akik nagyon sikeresek bármiben, és azok mindig arra ráálltak, és ékagrata,
egyhegyű az elmém, azon a dolgon vagyok rajta. És ez egy jógrára is igaz, hogy hogyan tudod az elmét egy ponton tartani, figyelmet. És aztán utána, amikor a koncentráció, az lehet egy mantra, lehet valami hangon meditálni, szimbólumon meditálni, sokféle meditációs technika van. Ez a lényeg, hogy amikor a koncentráció annyira elmélyed, hogy az elmét már nem kell visszahozni, hanem erőfeszítés nélkül rajta van a meditáció tárgyán, azt hívják gyánának. Tehát amikor jönnek emberek és mondják, hogy én meditálok minden nap, az nem meditáció, hanem az próbálkozás a koncentrációs gyakorlatra. Általában a legtöbb embernek a meditáció az valami relaxációt jelent, hogy behunyom a szemem, átgondolom a napomat, gondolkozok a világbékén, és akkor ugye az nem az. A koncentráció darana az egy nagyon komoly erőfeszítés, és amikor az erőfeszítés annyira beérik, hogy az elme már annyira rajta van, tehát annyira nagyon komolyan azonnal be tudsz menni egy olyan egyhegyű állapotba, ami erőfeszítés nélkül rajta tart a ponton, az már a gyána, az a meditáció. Amikor te percek alatt benne vagy olyan állapotban, hogy nincs semmi. Vagy akár másodpercek alatt. És amikor ez annyira elmélyül, akkor beáll az az egység állapot, amikor szamádi, az azt jelenti, hogy a meditáció, a meditáló, a meditáció tárgya és a meditáció folyamata egyé válik. Nem tudom, itt a Kassai Lajos biztos ismeritek. A lovas íjász. Nem? Nem ismertek a Kassait? Kassai Lajos, lovas íjász, film is volt róla. Na, akkor nem mondom el. Nincs értelme. Ugye a lovas íjász, ő világbajnok, meg ugye ezt az egész... Hát őről csináltak filmet is, a lovas íját, még a videó, moziba is volt. És akkor ő mondja azt a dolgot, hogy ő neki is egy olyan, 30 év alatt egy olyan megélése van, hogy amikor a mozgó lovon a célra néz, és amikor lő és elengedi, hogy abban a pillanatban azt mondja, ő mindig úgy mondja, hogy ő azt érzi, hogy nem ő lő. Mert annyira tökéletesen történik az egész, hogy ő egy a lóval, az íjjal, a célponttal, a folyamattal. Na ez egy valamilyen fajta szamádi élmény, egy külső szamádi élmény. Mert a szamádi általában befelé történik, de hogy ez is itt, vagy bármilyen harcművészetben, amikor olyan szintig egyé válsz a dologgal, ez bármilyen harcművészetben így van, akik magas szinten művelik a harcművészetet, ez olyan fajta tudatállapot, amikor egy vagy azzal a dologgal, amit csinálsz, ez a szamádi. Amikor ez befelé történik, akkor annyira letisztul, annyira arra a transzcendens egy pontra, mantrára, bármire gondolsz, hogy annyira egyé válsz azzal a dologgal, hogy minden más leomlik, ami nem vagy. Mert ugye ennek az a lényege, hogy amikor arra koncentrálok, hogy mi a magasabb rendű természetem, akkor minden más leolvad róla. És csak ott marad tisztán. Tehát Patanjali azt mondja, hogy tisztán, ott van a purusa, az egyéni lélek, megérinti a csittának, ezt a tiszta tudatának a természetét, és zavartalanul önmagában áll meg. Akkor az ember mondjuk, ez egy olyan megvilágosodás állapot, amikor minden letisztul rólad, ami nem vagy, és teljesen nyilvánvaló, hogy mi vagy, mint szemlélő tudat. Aztán persze ettől van följebb, mert a szamádi állapotok fölött van az úgynevezett turiya, vagy a transz állapota, amikor már fentről bejön a kegy, és átvisz egy olyan szférába, amikor a tapasztalások tömkelege jön, de az nem rajtunk múlik. Tehát szamádiba be tudsz menni. De hogy abból lesz-e turiya vagy transz, az már saktin múlik. Tehát mondjuk úgy, hogy minden transz szamádi, de nem minden szamádi transz. Mert a szamádi állapotában, az egység állapotában be lehet menni anélkül is, hogy az ember bejutna a transzcendentális tudatvilágába, a turiyába. De turiya nem történik úgy, hogy saktipáta nincs, hogy nincs, nem száll alá sakti.
és nem visz be abba a régióba. És hogy a turiában pont mi történik, meg milyen szintig megyünk el, a szamádi állapotoknak nagyon sok fajtája van, csak szavikalpa, nirvikalpa, szahagya, nagyon sokféle, legalább 21 féle tudatállapotot különböztet meg a jóga kultúra, de ebben nem menjünk bele, mert ez már nagyon olyan szféra, ami ezt akkor érdemes ezekről beszélni, ha valamilyen ilyen dologba az ember már elkezd bepillantani, és akkor ott kell egy magyarázat, amúgy meg csak beszélünk dolgokról, amiről nincs tapasztalás. Tehát transz élmény, amikor teljesen magasabb szintű, a magasabb szintű természetünk, az isteni természet nyílik ki. És akkor azokat tudod megélni, mint önmagad tapasztaláson belül. Tehát az ilyen turiák azok jöhetnek bármilyen pillanatban, például nem meditációban is. Nekem az összes turiám, ami történt, az nem meditációban volt, hanem bizonyos. Ez volt, amikor alvásban. Amikor kundalini mozdul, akkor mindig sípol a fül. Az egy aktív kundalini, állandó zúgás van a fülbe, amikor elindul a kundalini, mert mozog abban a susumnában. És ennek van egy érdekes hangja. Egy ilyen, mint amikor egy magas feszültségű zsinór zizeg. Olyan is van, de többféle kundalini hang van. Van harsona, van fuvala, van dobhang, amikor hallasz, meg nekem ami mindig van, az olyan, mint amikor ilyen hallgatsz tengeri kagylót. És akkor van egy kicsit lájtosan megy, amikor valami nagyon olyan dolog, ha az energetikailag intenzív dolog jön, akkor például besípol a fülem, vagy beszélek valakivel, és nagyon magas energia, amikor így vagy valami olyan dologhoz érek hozzá, azonnal reagál. Tehát ez ilyen sok mindent tud mutatni az embernek, és amikor jön egy turi állapot, akkor mindig nagyon erősen besípol a jobb fül. És akkor ez egy nagyon érdekes élmény. Tehát a meditációban, hogyha ez történik, akkor ez mindig jelzi előre, hogy beindul a kundalini, elkezd jönni föl, és akkor utána azonnal történnek a dolgok. Na most van, ugye ezek a fajta szamádi élmények, mondom egészen attól, hogy az ember az egység állapotában különböző szinteket lehet megtapasztalni, a nirvánikus szintek, a vaikunta szintek, ugye a fényvilágnak a különböző szintjeit meg lehet tapasztalni, sakti állapotát, siva állapotát, vagy akár paramsiva állapotát is, ez egy nagyon magas szintű tapasztalás. Sturia titának hívják, ilyen tapasztalásokban a jógi 3 óránál többet nem képes lenni, mert megkülön elhagyja a testet. Tehát a test nem bírja azt az őrült energiamozgást, ami olyankor van. Tehát egy olyan szamádi állapot, az akkor nem marad itt az ember. Egy olyan mértékű gyönyör, egy olyan mértékű, tehát amikor egy Porsche motort beteszel egy Trabantba, és akkor rányomod a gáz, és széthullik a kaszni. Egyszerűen nem bírja, tehát olyan 3000 volt. Szóval, tehát akkor itt így építi fel Patanjali ezt az egész jóga rendszert, hogy akkor a tudat, mindjárt átbeszéljük, hogy mi a tudat, mi a vritti, mi a niroda. De a lényeg, hogy Patanjali egészen a kezdetektől viszi el a jógit. Ugye, mondom, tehát ez jógiknak lett írva ez a dolog. Tehát hogyha nézitek majd a Yama-Niyama szabályokat, meg mindent, akkor lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy ez lehetetlen követni a mai világban. Igen, mert ezt azoknak a jogiknak van, akik már elindultak azon a folyamaton, hogy ő ez. Ő fölment a Himalájába, egy ágyék kötőbe, a gurúnál az oké, mi az, amit csinálok. És akkor így elindult. Hát elég, nekünk ez mindig annyit kell alkalmazni az életünkben, amennyit mi tudunk. Szóval, és akkor ott ugye akkor a Yama-Niyama dolgok, a képzés elindult, és akkor általában, amikor a jógi elment tanulni egy gurúhoz, akkor 2-3-4-5 évig nem is nagyon tanult semmit, csak a személyisége volt csiszolva. Vízhordás, takarítás, koldulás, stb. Alázatos legyen. Ugye ez kifejli. Abszolút, de ez az ugyanez van, ugyanez működik egy harcművészetnél. Tehát fegyelem nélkül az egónak visszahozni az egót, hogyha te bármilyen spirituális folyamatba belekezdesz, és az egó nagyon erőteljes, akkor egy teljesen negatív irányba is elfordul a dolog. Ennek megvan
kompletten a magyarázata, hogy miért van az, hogy ilyen spirituális guruk ilyen őrültekké válnak, és akkor mindenféle olyan dolgokat csinálnak, ami ultragáz. Tehát ugye volt egy pár ilyen már a történelemben. És ez pont azért van, mert ahogy van nekünk a gerincünk, ahogy így hajlik, és megy a farokcsont. Ott a farokcsontnak finom fizikálisan ott tovább megy. Ott van egy szervünk, ami nincsen, hát ezt nem, nincsen rá szanszkrit szó, illetve nem tudom a szanszkrit szavát, de van egy ilyen koholt szó, ez a kunda buffer nevezetű szerv, ami olyan, mint egy kis farok, és az ego ez lent lakik a gyökércsakrában. Tehát, hogyha valaki gondolja, hogy az ego hol van a fejben, nem. Az ego az a gyökércsakrában van, mert a gyökércsakra az anyagnak az eleme, a földnek az eleme, és ugye az ego, az egónak a fő szubstanciája az az, hogy én anyag vagyok, nem lélek. Tehát pont a koronacsakránk az ellenkező pólusában van. A manasz a fejben van, az intellektus meg a szívnél. Viszont az ego az arcon keresztül operál. Tehát azt lehet tudni, hogy az arcon keresztül működik, ezért gondolják azt az emberek, hogy az ego az arc. Hol van az ego? Az arcon. Nem, csak azon keresztül operál, de a gyökércsakrában van. És képzeljétek el azt, hogy az alvó kundalini energia, amit úgy szimbolizálnak, mint egy ilyen alvó összetekeredett kígyó, az a gyökércsakrában alszik. És mint egy ilyen gát, van ez a kunda buffer szerv, az ego, bele van így állva. És hogyha elkezded ébrezgetni azt a dolgot, de az ego nincs kivéve onnan, nincs kigyalulva onnan, amikor ez berobban, akkor ott az nagyon nagy rombolást csinál, és akkor az elfordul lefelé, és akkor ellentétes értelmet kap az, hogy negatív irányba, vagy sötét irányba megy az energia olyankor, és akkor a jógi az elég furcsa irányba megy el, lehet, hogy nagy tudása van, nagy energiája van, meg minden, de ez mind negatívan, sötét módon jön ki. Emiatt, mert az ego az nem lett kiszedve. Szóval ezért mindig azzal kezdődik egy spirituális oktatás, tanítás, addig nem is jön semmilyen tanítás, ameddig nincs legyalulva teljesen a tanítványnak az egója. Ez a veszélye a nyugaton való folyamatok tanításának, mert magában okoz kárt az, aki nem tud teljesen átadva, odaadóan a témához, alázatosan, befogadóan viszonyulni, akkor akkor abból lehet ilyen gond, mert ugye közben meg elkezdjük a spirituális folyamatokat, így meditálok, úgy, stb. Ébresszük be a kundalinit. Nem tudja, akik ilyenekről beszélnek, nem tudja, hogy mit akar. Tehát amikor a kundalini energia úgy ébred, és elkezd ugye nagyon komolyabb mozgásokat csinálni, nekem az elején, amikor nem voltam ez a dologhoz hozzászokva, akkor ilyen bizonyos éberségekben volt olyan, hogy 3-4 óráig remektem, megdadogtam. Csak attól, hogy bementem egy ilyen állapotba, és akkor benne voltam egy félre, csodálatos az egésznek a megélése, de utána, akkor kijössz és még így csöng le, hívtam egy-két olyan embert, aki ebben járdosod, és figyelj, azt mondja, jó, nyugi, ez majd elmúlik, nem vagy még hozzászokva. Ugye az embernek akkor beremeg a lába egy kicsi futástól, amikor később már futsz, és akkor az energetikai rendszered rá van erre állva, és akkor nagyon szépen megy minden erő teljesen. Az elején nincs, nem vagy hozzászokva, hogy beébred egy nagyon nagy energia. És volt olyan éjszakák voltak, amikor nem bírtam aludni, mert úgy sípolt a fülem, hogy nem tudtam tőle aludni napokon keresztül, hogy mikor lesz ennek vége. Nem, sosem, majd egyszer majd tudod kontrollálni. Szóval, hogy egy ponton már csak ilyen jelzésszerű dolog lesz. Tehát, hogy ezek nem olyan dolgok, hogy ébresztjük be a kundalinit, és akkor, mert a kundalin fölmegy a tudatosság, fú. Ez ahhoz kell egy komoly energiának a működtetéshez kell egy nagyon komoly rendszer. Egy rakéta kilövés nem lehet egy talicskát kilőni a vizébe, érted? Lehet, csak ülj egy talicskába, tegyük alád azt a rakétát, és repüljél. Nem így megy, hanem van egy komoly rendszer, akkor azzal lehet működni. Valahogy így működik ez az egész. Szóval, igen, tehát hogy az egót ki kell. Ugye akkor ezekkel a yama-niyama folyamatokkal, és akkor utána zászanázással az ember tanul egy önfegyelmet, a test teljesen ki van lazítva, tisztítva, energetikai blokkok, akkor elkezdeni működtetni a belső energiákat a pránajámmal, és igazából egy ilyen, amikor az ember, ahhoz, hogy elkezd
a jogának a komolyabb meditációs gyakorlat igazából egy ilyen szupermenné válik az ember. Tehát az a megfelelő, tehát amikor tökéletesen egészséges, tiszta, kitisztult energetikájú, éles elmélyű, kinyílt érzékelésű jogi elkezd menni azon úton, akkor azon nagyon könnyen sikert lehet elérni. De hát ugye minél több helyen hibázik a dolog, akkor annál kevésbé fog a folyamat működni. Tehát így ezért felépíti alulról Patanjali az egészet, hogy hogyan, hogy te teljes sikert akarsz elérni, hogy a jogának minden aspektusát kiaknázd, hogy elérd azokat a szinteket, amit ember el tud érni, akkor annak ez a folyamata is akkor szépen le van vezetve. Na most ebből mindig ugye annyit nézünk, hogy amennyit mi tudunk, meg ahogy úgy tudjunk egészségesen haladni. Tehát nem kell előre rohanni, mert sokszor keresnek meg annak, hogy ő most akar mindent, és ő ezeket akarja tapadni. Mondom, ne, nyugi, húzzad a féket közbe, mert nem kell. Majd szépen menjél, amikor már nem probléma ez, meg nem probléma az, mert természetesen haladsz és fejlődsz, akkor szépen építsünk fel egy házat. Jogas Csittá Vritti Nirodaha. Oké. Csitta, ugye beszéltük, hogy az elmének az a tiszta állapota, ami, tehát ez a csittát le kell takarítani, mert ugye a csittában, alapvetően a tudatban, az elmében lévő hullámok, ezek a vrittik, amik folyamatosan jönnek-mennek. Ugye tudósok mondják, hogy pillanatok alatt több tízezer gondolat megy keresztül, akár vagy másodpercek alatt több tízezer gondolat. Mi nem vagyunk erről tudatosak, de így mennek az elménkben a gondolatok, az infós. És ezek a vrittik, vrittikből vannak pozitívak és negatív vrittik. Nem jut eszembe a szanszkritja a két szónak. Klista és aklista. Vannak klista és aklista vrittik, ami azt jelenti, hogy vannak olyan élmények, amik negatív kötésű élmények, és vannak pozitív kötésű élmények. A szamádi állapotához mind a kettőt meg kell szüntetni. Ugye általában a jógi nagyon könnyen tudja felszámolni magában a negatív gondolatokat, meg a negatív vények, mert attól meg akar szabadulni, ha nem akarok arra. De a pozitívaktól is, mert ez mind a kettő egy kilengés az egység és a kiegyensúlyozottsághoz képest. Sehát se gyűlölet, se vonzalom, teljesen ugyanúgy látni, egynek látni mindent. Mert minden kötés, minden megköt. És a pozitívtől nehezebb szabadulni. Szóval itt ezeket a vrittiket, ezeket a gondolatokat a meditáció alatt valahogy egységbe kell hozni. Kiegyensúlyozott állapotba. És amikor ez a szamádi állapot beáll, akkor ez a két oldalsó energia képes belemenni a középsőbe. Tehát ez az idá és pingalá, az egyik fölfelé, másik lefelé áramló energia, és igazából így megy nekünk az energiánk. Ez szépen belemegy a susumnába, és a kundalini így föltolja a tudatosságot. És akkor amilyen szintig megy a kundalini energia, akkor olyan szintig nyíl ki az ember. Na, de ezt át fogjuk még ma venni, hogy itt a pránákkal, hogy dolgozik ez az energia. Tehát ezeket kell lecsillapítani. A meditációnak ez az egyik célja, vagy részleges célja. Mert akkor abban a szamádi állapotban vagyunk alkalmasak arra, hogy a turíja beköszöntsön, ez a saktipáta alá szálljon, és akkor oda tovább vigye. De már a szamádi állapotában is megtapasztalod azt a fajta különbözőséget, hogy a tudat hogyan különböző a májától, az illúziótól. Ezért lehet azt mondani, hogy ugye az ember saktipáta nélkül is föl tud menni arra a szintre, ahol ő maga megküzd azért, hogy ki tudjon lépni az illúzióból. De nem tud belépni még a turiába, transzendentális világba, de már tud mentes lenni az illúziótól. Ez egy nagyon magas szint.
Ez a nirvánikus szintek. A nirvánába belépsz. Ez azt jelenti, hogy letisztul rólad minden olyan dolog, ami nem vagy. És amikor az ember egy ilyen tapasztalás után kijön a meditációból, és ezt megérti, megérinti ezt a szférát, akkor utána soha nem fogja magát illúzióban gondolni. Tehát mindig tudatos lesz arról, hogy én nem ez a test vagyok, stb. Stb. És ezt fogja tudni alkalmazni. Hogyan tud az a világban elkülönült lenni mindegy. Ez elkülönült, az sokan félreértik. Azt hiszik, hogy aki az ember elkülönült, az azt jelenti, hogy mindentől eltávolítja magát, és hogy mondjam így, eltolja magától a világot, nem? Csak nem addiktív, akár egy kapcsolódás. Hogy addiktív vagyok, nem tudok anélkül létezni, hanem csak teljes 100%-ban az ember lefoglalta az emberi kapcsolataiban, de nem addiktívan ragaszkodó birtokló. Ugye mondjuk az ember egy gyerekével, egy párjával kapcsolatban, és azt mondja, oké, teljes mértékben a kapcsolatban le vagyok foglalva, de ha van, ha nincs, nem zavar meg. Ha mennem kell, vagy ő neki menni kell, ennyi. Teljesen kiegyensúlyozott, igen. Akkor a gyereknek menni kell, vagy az apának menni kell, nincs, teljesen tisztán látja, hogy itt semmi tráma nem történik, hanem itt a lélek az megy, a lélek az örökké valóan megy tovább, a test elmegy. Egyenlőnek lát minden élőlényt, neked emberi tested van, neked kutyatested van, neked. Ugyanaz a lelket látja, ugyanazt a Brahman szikrát látja mindenben. Ezért nem gondol semmit alacsonyabb rendűnek, magasabb rendűnek. Ezért viszonyul egy királyhoz ugyanúgy, mint egy koldushoz. Ugye amikor volt a történetünk, a Diogenész, ugye ő Diogenész volt egy görög filozófus, Nagy Sándor korábban ült egy arról, és ült egy hordóba. Hordóba lakott, ott ücsörgött. Korának legnagyobb filozófusa volt. És akkor elment hozzá a Nagy Sándor, és mondta neki, hogy figyelj, te vagy itt, hallottam rólad, én vagyok Nagy Sándor, gyere velem a palotába, mindent adok neked, csak gyere legyél a miniszterem, tanácsadom. Mi az, amit én tudok neked adni? És akkor ez a híres sztori, hogy Diogenész mondta neki, egy kis állj arrébb, mert akarod a napot. És ugye elég bölcs volt a Nagy Sándor ahhoz, hogy nem azonnal levágatta, mint a disznót, hogy azonnal vigyétek oda, azt vágjátok le, hanem ki ez az ember, aki, én vagyok a félvilágnak az ura, képzeld el, amikor bekopogtat hozzád, ezért, tudom, Elon Musk. És azt mondja, hogy figyelj, hát tudnék neked, amit akarsz, mit szeretnél, mit kell. Hát lenne ötlet, nem? És akkor azt mondja neki, figyelj már, arra, hogy ugye, csukd már be az ajtót, mert húzat van, de kívülről. Azt mondja, nem vagy normális. Azért, mert az ember teljesen más látással rendelkezik. Annyira egyenlő látású, hogy azt mondja, semmi nincs neked, ami számomra érték. Tehát ebben a mullandó világban neked semmi olyan dolgod nincs, ami nekem érték. És ugye a híres történet ott van, hogy hogyan halt meg Nagy Sándor. Tehát ez a sok bölcsesség azért úgy ragadt rá. Őt úgy kellett, tehát ő egy három dolgot mondott, hogy ha ő meghal, hogyan vigyék a mágiára. Hogy feküdjön, és a tenyere fölfelé legyen, és üres legyen a tenyere. Az volt az egyik. A másik az az volt, hogy orvosok vigyék a vállukon. A harmadikat már nem tudom, azt elfelejtettem. De lényeg az volt, hogy lássák az emberek azt, hogy a félvilág az enyém volt, de üres kézzel távozom. Azért vigyék orvosok, mert hogy a világ legjobb orvosai voltak az enyémek, mégse tudtak megmenteni a haláltól. Tehát ezért volt egy tanítás ebben, előre megmondta, hogy úgy vigyetek, hogy üres a tenyerem. Mert mindenki ugyanoda megy, és semmit nem tudsz magaddal vinni. Szóval ő azért valamilyen szinten egy bölcs ember is volt. Tehát mondjuk úgy, hogy ragadt rá bölcsesség, inkább így fogalmaznám. És az egyenlő látás, ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ember lássa a valóságot. Mindent úgy látsz, ahogyan van. Nem látod a külső sallangokat. És ezért, amikor az ember megérinti ezeket a szférákat, akkor igazából tudsz úgy viszonyulni mindenkihez, hogy
nem a külső burkokat nézed, még csak nem is a mentális állapotot, hanem csak minden élőlény van ott, ahol van, sem nincs jó meg rossz, valaki fejlődés valamilyen állapotában van, hogyan tudok támogatni, segíteni fejlődésében. Ennyi. És nem esen hasra, hogyha valaki egy milliárdos. Nem volt ilyen tapasztalatom. Ugye amikor meséltem, hogy volt az milliárdos ismerősöm, neveket nem mondunk, de lényeg, hogy amikor legelőször leültünk egy asztalhoz beszélgetni, mert meghívott, és akkor mondta, hogy izé, és én föltettem kérdést, hogy nekem amit én csinálok, boldog vagyok? Én mondom, 100%-ig, és én visszakérdeztem neki, és te boldog vagy abban, amit csinálsz. Így nézett az emberem. Jó, azt mondja, csináljuk a projektet, amit akkor elterveztünk. Ez volt az első beszélgetés. És utána ez az ember, nem tudom hány őszinte, nem tudom hány emberre volt őszinte, az életében tudom, hogy hozzám nagyon-nagyon őszinte volt 6 hónapon keresztül, ameddig kapcsolatunk volt nekem, elmondja, hogy gyerekkoráról mesélt minden. Mert én úgy viszonyultam hozzám mindenki máshoz, nekem ő nem az a személy volt, aki mindenkinek ő, hanem azt mondtam, hogy ez nem jó, amit csinálsz, tedd le a szivarodat, ez gáz, miért nem élsz normálisan, stb. Itt vagy, ennyi pénzed van neked már, vissza kéne vonulni valahol valami spirituális dolgokkal foglalkozni, készüljél a halálra. Neked nem rohangálni kell már itt, hogy hogy legyen több milliód, meg hogyan vegyél részt a politikába. Valamennyit meg tudod hallani, de annyira erős a kötöttségük nekik, hogy determináltságuk, hogy nem tudnak mások lenni, mint amik. Aztán meg is halt. Szóval fontos az, hogy a dolgokat úgy lássuk a maguk valójában, ahogyan vannak, tisztán, ahhoz kell egy nagyon tiszta tudat, tudással, érzékeléssel, és akkor tudunk a világhoz viszonyulni úgy, ahogy a teljes egyensúly megmarad. És hogyha minden ember tudna, akkor egy nagyon csodálatos emberi világ lenne, hogyha az emberek így élnének, hogy természetben harmóniával, egymással való harmóniában, egy nagyon szerető, egymásra figyelő közösség. Mindenki erről a dolgokról álmodik, hogy milyen jó lenne egy ilyen világ. De a világ mi vagyunk. Lehet másokra mutatni, hogy ilyen a világ, de te a világnak a része vagy, szóval részekből áll össze, magadra mutatsz. Ha mindenki megteszi ezeket a lépéseket, akkor ez a világ fog változni. És azért végezzük el ezt a munkát, azért csinálom én is a dolgomat az elmúlt nem tudom hány évben. Lassan 30 évben, mert gyerekkorom óta igazából ezt csinálom, hogy minden egyes emberrel való beszélgetés, vagy csoporttal való beszélgetés az erről szól, hogy hogyan csinálunk egy új, jó világot. Mert csak így tudod egyenként betenni a téglákat és fölépíteni, és akkor akik adaptálják ezt a dolgot, és ha magukévá teszik, ők is változnak, akkor majd ők is átfogják bizonyos embereknek ugyanezt az értéket adni, és így tudunk változtatni a világot, csak így. Apró munka, és sok munka. Minden egyes tégla nagyon sok munka. Viszont nagyon-nagyon jó, mert áldásos, szóval ti rajtatok a világ szeme a következő évtizedben, meg azután a következő időkben. Jó, legyen egy szünet.